A frissen látássérülté vált személyek kaphatnak ezentúl rehabilitációs és életmódbeli tanácsadást az egyes számú rendelőintézetben, hogy könnyebben alkalmazkodjanak új élethelyzetükhöz. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükség volt a Szemészeti Klinika szakorvosainak együttműködésére is. Ezek a betegek klinikánkon fordulnak meg elsősorban, három megyéből érkezve. Természetesen a megfelelő gyógymódot megtanultuk, megfelelő terápiás beavatkozást megtanultuk, de sokszor időhiányában a mentális vezetést, a későbbi rehabilitációt nem tudjuk számukra biztosítani. A betegek lassan és nehezen fogadják el megváltozott életüket, sokan depresszióba zuhannak, tönkre megy a családi életük, elvesztik munkájukat, ebben kell segítséget nyújtani, mondta Látássérültek Dél-Alföldi Egyesületének vezetője. Egy egyéni fejlesztési tervet szeretnénk minden személlyel elkészíteni, ami egyénre szabott. Tehát az ő korához, az ő elképzeléseihez, az ő meglévő tehát amik a képességei, az ő elképzelése, tehát hogy ő mit szeretne jövőben csinálni frissen látássérült vált személyként, szeretne tanulni, mi az, amit szeretne tanulni, számítógépet inkább megtanulna-e, vagy pontírás szeretne. Az egyesület vezetője, aki gyógypedagógus is, jövő héttől minden szerdán 13 és 14 óra között ebben a rendelőben fogadja majd az érintetteket. Ez egy átjárós szemészeti rendelő, ami azt jelenti, hogy teljesen szoros kapcsolatban van a másik helyiségben éppen rendelő szemész kollégával, tehát abszolút szakmai kontaktus, felügyelet biztosítható a tanácsadó tevékenység számára. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy adataik szerint a megyében csaknem 4000 látássérült él, de ennél többen lehetnek, hiszen sokan félnek orvoshoz fordulni. Őket is várják ebben a rendelőben.